Üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket, jó magam Szig Gergely vagyok, vendégem pedig nem más itt a mai napon a stúdióban, mint Jenei Szilveszter, szervusz! Szervusz! Rég találkoztunk. Nincs közös zenei gondolatunk, úgyhogy ez a történet lényege, úgyhogy nem nagyon játszunk együtt, de hát ez a zeneszínben ez sűrűn előfordul. Előfordulnak néha ezek a dolgok, igen. Valójában a mai nap témája, aktualitása a Beatles emlékest, amiért bejöttél, egy kicsit beszélgetni róla, ugyanis 2014. 7. hó 10-én lesz az 50. évfordulója annak, hogy Britanniában kiadták a Hard Day's Night albumot. Szerinted miért vettem fel ilyen trikót? Látom. Készültem, úgy meg is néztem. És akár ezt, akár nem a legtöbb vendég készült, aki jött ma. Igen? Igen. Csak miért ez volt a kezembe, úgyhogy, de aktualitás az éppen aktuális, úgyhogy igen. Örülök, hogy ezt vettem fel. Tehát, hogy elnézzük a zenei munkásságodat, szinte mindenben részt vettél, vagy előről, vagy hátulról, alulról, felülről. Az a lényeg, hogy mindenben valamilyen szinten ott volt a kezed, kezetek, így mondjuk Margit Józsival. Eléggé, nem mindenben, de az eléggé sok mindenben. Ha egy kicsikét így visszamegyünk még régebbre, amikor zenélni kezdtél, a Beatles zenekar mit adott neked? Megmondom őszintén, tehát amikor én fiatal voltam is, minden fiatal elkezd gitározni, tanulnak, hogy nem a Beatles az első, hanem... A felkerül a napháza. Vagy a felkerül a napháza, vagy pedig olyan... Burton blokkában. Ez a olyan kemény nóták, amik annak idején divatban voltak. Mondok neked egy kemény zenekart, Shadows együttes, Ventures együttes. Tehát én még az a dinasztia vagyok, amikor akkor kezdtem el tanulni, amikor ezek az együttesek léteztek, illetve csak Szabad Európa Rádió, blablabla, bla, stb. Nem érdekes, az nagyon régen volt. Az a lényeg, hogy nem a Beatles volt az első, ami megfogott, hanem tényleg mint a Kansas, Bad Company, tehát ami egy kicsit keményebb dolog volt, és igazán megmondom, hogy nem is szerettem a Beatles-t egészen addig, amíg kezembe nem került az a Beatles Beatle, a Ungvári Tamásnak a szövegfordítása. Lehet, hogy nem ő fordított, mert nem ő volt. Nem tudom összetni megmondani, azt tudom, hogy otthon megvan az összes könyve. Hát ami lefordította a Beatles szövegnek a tartalmi részét, végülis meg nem beszéltem annyira jó angolul. És akkor úgy teljesen megkapott, jók voltak a szövegek, lazák, és olyan pont nekem való dolgok voltak. Ez az egyik része a dolognak, amikor kezdett érdekelni. A másik még, amikor zenekarok szüneteiben, mert nagyon sok zenekarban játszottam, akkor elkezdtem így egyszer gitárral komponálgatni, meg játszani. És akkor kiderült, hogy majdnem az összes Beatles dal egyszer gitárral kocsmában, vagy valamilyen szinten kis partiban eljátszható, jól játszható. És nem azt mondom, hogy egyszerű, mert baromi nehéz, szóval az ember azt gondolom, hogy csak cédurádúr, mit tudom én, ilyenek vannak benne, de nagyon szépen. Az okkort fűzések ott vannak benne, és attól és lesz a dallam ilyen... az valami rettenetesen szép, és mai napig vallom, hogy aki zenét ír, az mindenképpen gitáron kezdjen el zenét írni, komponálni, mert az a Beatles dal, azok az örök etalonok arra, hogy kell zenét komponálni, zenét írni, hozzányúlni a zenéhez. Úgyhogy az megmaradjon a fületbe, megkapjon, mondjon valamit az életről, meg rólad. Ha meg kéne nézni, hogy melyik a kedvenc albumod a Beatles-től, ugyanis hát ezt minden résztvevőnek, minden riportalanynak felteszem ezt a kérdést, aki bejött a mai nap folyamán, illetve tegnap előtt, melyik a kedvenc Beatles albumod? Tudom, hogy nehéz választani. Hát én megmondom őszintén, nem ismerem az összeset, én amiket én játszottam, az a early time volt való, tehát a kezdetektől való Beatles nóták, amikor még tényleg csak négyen játszanak, és nagy zenekar, és ettől nem volt még akkor nagy filmzene, meg ilyesmi hangszerelés. Tehát nem a Borsőzmese, hanem az előtte levő albumok, vagy az album, és abból is azok az összes ilyen kis rágógumi zene, amit még nem is ők írtak, annak érdekében nem ők voltak a szerzők, a, nem tudom, mióta, ő mi csak tizen, mi volt az a nóta, régi stand, tök mindegy, nem ismerem a címét, mert nem is játszottam a címét. De azok, amik úgy rágóvin szerint jól lehet játszatok. A régi nódák, igen. Ha a számok közül kéne választani, tudnál választani? Igen, amit játszom. Amit játszol, oké. Okay. És ha az emberek közül kéne választani a Beatles zenekarból, ki az, akire azt mondanád, hogy a kedvenced, vagy legjobban megfogott a munkássága, vagy legszimpatikusabb volt neked? Vagy úgy ámblokk az egész? Hát úgy ámblokk az egész, azért, mert mindenképpen megvolt az a kis csipetnyi valami plusz, hát a Ringo Starr, a dobos, hát az egy nagyon különleges, extrém fazon volt. Már zenéleg nem volt egy akkor nagy ágyú nyilván, de hát amit ő ottan mellé tett, meg mellé pakolt az emberileg, meg egyáltalán az nagyon zenéleg, az nagyon helyén volt, úgyhogy hát nyilván a két sztár, érted, a Paul meg McCartney, azok teljesen egyértelmű, hogy ők a csúcs, mondjuk így,
a celebek, de nem arról szólt a Beatles, hanem arról a négy emberről. Tehát nem egy emberről szólt, bár mindenki felmaradt külön-külön is utána, de az volt az igazi, az a kezdeti négyes fogat. Szerinted mi lehetett a titka a Beatlesnek, hogy idáig eljutottak, vagy ekkorák lettek? Hát szerintem az a magyar zenekarokban is megvan az a kezdeti fiatalos, amikor elkezdenek zenélni, és a négy srác, vagy tök mindegy mennyi, akkor nagyon jó haverok, együtt vannak, most nem az, hogy együtt éjjel-nappal, meg együtt csajoznak, de most nem az a lényeg, hanem egy korosztály és egy lelkileg és társadalmilag, meg egyáltalán mondani, bármi témában együtt tudnak gondolkodni. És akkor nyilván az alkotási folyamat is olyan, hogy egyfajta dolgokat tudnak komponálni, és egyfajta dolgokban tudnak mozogni agyilag, meg zeneileg. Az esttel kapcsolatban, bár az emlékestel kapcsolatban lehet már tudni valamit, vagy szabad kíváncsiskodni, hogy kivel, mert ugye mindenki, tehát több ember alkot egy Beatles zenekart, vagy különböző formációkat. Igen. Erről lehet valamit tudni, kis titok, hogy kivel fogtok? Hát ez legyen meglepetés, én egy extrém dologgal készülök, legalábbis amit megbeszéltem a barátom, a Margit Józsival és a Lélady Péterrel. Már mondjuk ez a két név eleme már determinálja, hogy közben milyen jellegű lesz a dolog, de nem mondom el a lényeget, úgyhogy legyen egy meglepetés, úgy fogunk hozzányúlni Beatles dalokhoz, az a saját lelkünkből és értelmezésünkből jónak tartunk. Tehát akkor szinte ti lesztek az egyetlen formáció, akik nem autentikusan játszátok a Beatles? Nem tradicionálisan, hanem autentikusan. Tehát nem hagyományosan, ahogy a Beatlesek játszák a Beatles-t, vagy a Beatles coverek, hanem egy kicsit másképp nyomunk hozzá. Na erre kíváncsi leszek. Remélem, hogy a kedves nézőink, hallgatóink is. Bízom benne. Akkor találkozunk 2014. 7. hó 10-én. Jó, hogy van, de nem most hallom először, hogy egy pontosan a Barba Negra trackbe, az ott van, tudjátok, a Lágymányosi híd, ami most már Rákóczi híd, a Budai híd főjénél. Várunk mindenki sok szeretettel, rock and roll életek, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy eljöttél!